A Magyar Mezőgazdaság kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Ha szeptember, akkor bábolnai gazdanapok. Azt hiszem, ez most már minden gazdálkodó számára teljesen egyértelmű. Tehát mi is lehetne más ma a témánk, mint a bábolnai gazdanapok. Köszöntöm a stúdióban vendégünket, Hál Gábort, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok igazgatóját. Hányadik alkalommal is rendezzük már meg? Hiszen a Magyar Mezőgazdaság kiadó és a Ménesbirtok együtt rendezi ezt a rendezvényt. Igen, immáron 34. alkalommal kerül megrendezésre a gazdanap. Egy nehéz időszak után, ugye a tavalyi évben is egy picit nehézkesen indult, de mégis a számunkra kellő megelégedéssel ért véget, úgyhogy újra felvettük a fonalat, és nehéz helyzet ide, nehéz helyzet oda. Az igények felmérése után újra belevágtunk, és én gondolom, vagy legalábbis úgy érzékelem jelen pillanatban, hogy nagy az érdeklődés, úgyhogy nagyon sok vendéget várunk. Mi minden programmal csalogatjuk a nézőket? Ugye Bábolna mindig arról volt nevezetes, hogy az aktuális technológiákat, legújabb technológiákat, legújabb gépkapcsolásokat egy ilyen élő show jelleggel mutassa be. Ez az idén sem lesz másképp. Ugye rengeteg aktuális téma kapcsolódik ezekhez. Ugye a gépkapcsolásokon kívül, az új gépek bemutatóján kívül mindenképpen megemlítést érdemel az, hogy most rendezik a CPS konferencia, illetve a CPS rendszernek az 50. jubileum konferenciát, megemlékezését. Ugye azt kell róla tudni, hogy gyakorlatilag minden termelési rendszernek az alapját képezte. 50 évvel ezelőtt hívták létre. És hát Bábolnához kötődik, ugye? Természetesen, úgyhogy még Burgert Robert idejében alakult, és én úgy gondolom, hogy ez a kellő tiszteletadás ennek az 50 évnek, ami fémjelezte ezt a rendszert, amiből egyébként a többi rendszer is gyakorlatilag kiforrotta, kinőtte magát. Úgyhogy épp itt az ideje, hogy méltóképpen emlékezzünk meg az alakulásról. Hogy áll a kukorica, ha már ugye a CPS rendszerről van szó? Igen, ugye a tavalyi évben visszahoztuk a fajta bemutatót, az idei évben ugyanúgy megtartjuk. Rendkívül sok nemesítő, illetve forgalmazó cég is jelentkezett erre a konferenciára, ugye Bábolna nevéhez. A ló mellett a kukorica is hozzá tartozik, úgyhogy egy picit ott is a tavalyihoz képest megújulva, de egy nagyon komoly fajta bemutatót is szervezünk mellette. És ahogy tudom, ugye nem csak kukorica, hanem cirok is lesz a palettán. Igen, ez egy aktuális kérdés jelen pillanatban, a cirok. Mindenki hall róla, mindenki mögött van egy pici kérdőjel, és szeretnénk bemutatni, hogy milyen lehetőségek rejlenek magába a cirokba, illetve ahhoz képest, ahogy a kukoricát termeltük, ahhoz képest a cirkot is, miért is érdemes termelni, és mivel tud segíteni a gazdálkodóknak. A lótenyésztésben lehet-e szerepe a ciroknak? Hát, ha konkrétan a lótenyésztésben nem is, de egy olyan fajta rendkívül jó kiegészítő növény, ami ugye napjainkban nagyon fontos az, hogy gazdaságosan termeljünk. Én úgy gondolom, hogy egy időben elfelejtettük ezt a növényt, és most talán egy picit megújulva szeretnénk mi is hozzájárulni ahhoz, hogy ez a növény visszatérjen a kultúrák közé, a termesztett kultúrák közé. Az utóbbi heteknek az időjárás az nem viselte meg? Volt egy időszak, amikor nagyon aszályos időszak volt, de ezek a fajták pontosan azt fogják bizonyítani, mind a kukorica, mind a cirok, hogy emellett a szélsőséges időjárás mellett is képesek viszonylag komoly hozamokat biztosítani. Ugye napjainkban ez nem egy elhanyagolható szempont, az időjárásunk átalakul, valamivel kevesebb csapadék érkezünk hozzánk, elég hektikusan változik, egyszer semmi, aztán egyszer nagyon sok. Ezzel meg kell tanulni a gazdálkodóknak együtt élni, nagyon nehéz, de én úgy gondolom, hogy maguk a fajták, a gépek, azok mind ezt szolgálják, hogy valamilyen módon ezt a termelést olyan fenntartható pályán tudják továbbvinni, amivel ez a kiszámíthatóság valamennyire alkalmazható a mezőgazdaságban. A Ménesbirtok mennyire profitál a
gazdálkodásában ezekből a bemutatókból, ezekből a bábolnai tapasztalatokból? Az az igazság, hogy az én szememben ez egy hatalmas fórum, mind a gépek terén, mind a szakemberek terén nagyon sokan gyűlnek össze. És ugye ez egy régi közhely, de nagyon igaz mondás, hogy több szem többet lát. A tapasztalat a legnagyobb úr a mezőgazdaságban. Ezek a tapasztalatcserék, ezek mind-mind azt segítik elő, hogy a termelés hatékonysága, kiszámíthatósága, fenntarthatósága valamilyen módon egy olyan mederbe terelődjön, ami mindenkinek a létét, illetve az előremenetelét szolgálja. Mi is nyitott szemmel járunk ilyenkor, mindannyian, a kollégáim is, én is, pontosan azért, hogy a legújabb technológiákból, a legújabb fajtákból, a különböző szakmai kerekasztal beszélgetésekből is olyan információkat tudunk mi is összegyűjteni, mert mindenképpen elengedhetetlen és segítő jellegű a termelésben. Említettük ugye már a CPS konferenciát, de hát számos más szakmai program is lesz, mi minden? Így van. Ugye megemlítést érdemel a szakiskolai nap. Ugye jelen pillanatban az egyik legkomolyabb probléma a mezőgazdaságban a generációváltás és a szakember utánpótlás. Ha nem kezdjük el ideje korán ezeket szervezni, akkor így is egy komoly probléma előtt állunk, de akkor ez a probléma ez öblösödni tud, meg tud nőni, és mi ebből szeretnénk kivenni úgy a részünket, hogy megszerveztük a szakiskolai napot, ahol a fiatal szakmabeliek, tanulók, különböző évfolyamosok, azok részt tudjanak venni és belelássanak ne csak a sáros gumicsizmás időszakba, hanem abba a komoly, modern technikai háttérbe is, ami övezi ezt a mezőgazdaságot. Ugye a precíziós gazdaságtól elkezdve a különböző robottechnikákig, drón bemutató, stb. Ez mind-mind olyan, ami új kelletű, nem cél nélküli, tehát mindenképpen azt szolgálja, hogy egyszerűsíti az életünket, kiszámíthatóvá teszi. Ebbe szeretnénk, ha ők ideje korán belelátnának, mint egy 1000 diákot várunk ide, és hát az elmúlt 2 évben ugye ezzel megpróbálkoztunk, nagy sikere volt. Én úgy gondolom, hogy most is az lesz, mert nagyon gyorsan megtelt a jelentkezési paletta, úgyhogy bízunk benne, hogy tudunk olyan újat mutatni ezeknek a fiatal feltörekvő, leendő agrárszakembereknek, akik élethivatásul választják, hogy mondom, ne csak a munkás részét, hanem azt a részét is, amivel az előre menetelt lehet egy picit jobban kiszolgálni, vagy jobban megtámogatni, azt is lássák ideje korán. Még mindig maradjunk a szakmai programoknál. Más konferenciák is lesznek, ugye? Nem csak a CPS konferencia. Így van. Tehát a szaktanácsadói pontokat hoztunk létre, ezeken belül kerekasztal beszélgetéseket. Ezek nagyon fontosak. Ugye annyi információ áramlik be a világból a mezőgazdaságban, hogy az ember csak kapkodja a fejét. Ehhez megpróbálunk egy kis segítséget adni a pályázatok tekintetében, a hitelezés tekintetében, a különböző fejlesztési formák tekintetében. Ez mindig érdekes szokott lenni, és mindig nagy érdeklődésre tart számot. Ugye ez az egyik ilyen, amit mindenképpen megemlítenék. A másik az élelmiszergazdasági konferencia, ami napjainkban nagyon-nagyon aktuálissá vált, ugyanis a takarmányárak nagyon-nagyon elugrottak. Na most, hogy mi várható ezen a téren, illetve ezt hogy lehet ellensúlyozni, ha egyáltalán lehet, vagy milyen módszerek vannak erre, ezeket érdemes ehhez hozzá, vagy ezekhez értő emberektől meghallgatni, és ugye első kézből tájékozódni olyan formán, hogy az embernek legyen elképzelése arról, hogy akkor mi is a csapás irány, merre felé kéne haladni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az a másik ilyen konferencia, ami nagy érdeklődésre tart számot. Egy kicsit térjünk rá a ménes birtokra. Tehát hogyha mondjuk a ménes birtokon ugye azért takarmányozni kell. Mi minden stratégiát alkalmaz, hiszen mégiscsak a ménes birtok valamilyen módon példát mutat a környékbeli gazdálkodóknak is. Hogyan tudják ezeket a takarmányár növekedést, hogyan tudják kivédeni, vagy valamennyire kezelni?
Ugye nálunk jelen pillanatban az állattartáson belül kizárólag a ló, ami előfordul, és ráadásul két olyan fajtát tartunk, az arabot, illetve hármat, a sági arab telivér, illetve egy igazi teljesítményló, az angol telivér, ami versenyló. Ugye manapság már a termesztett takarmányokból eltartani lovat, mint 50-100 évvel ezelőtt már nem nagyon működik. Nem egy gazdasági állatfaj, teljesítményhez kötött, viszont ezek a takarmányának, ezek nagyon magasak. Tehát a különböző tápok, kiegészítők, ezek nehezen elérhetők. Ugye mi megpróbálunk egy általunk termesztett alaptakarmányra fölállni, a lehető legjobb minőséggel, és ezután nekünk mindig menni kell. Tehát oda kell figyelni a technológiára, egészen a vetéstől a betakarításig, a betakarítás szakszerűségére, beltartalmi vizsgálatok, ugyanis egy jól meghatározott alap után tudjuk eldönteni azt, hogy mi az, amit be kell szereznünk. Most ugye ennek az árát valahol meg kell termelni. A különböző gazdasági növényeknek, takarmánynövényeknek az eredményes termelése az nagy mértékben meghatározza azt, hogy mi az, amihez mi hozzáférünk. Ugyanis muszáj, hogy hozzáférjünk, ehhez pénz kell, ehhez jól kell termelni, és a kettő összekapcsolva adja azt a vertikumot, ami a mi mozgásterünket biztosítja. Úgyhogy sokan szokták tőlem kérdezni, hogy hát ha csak ló van, akkor miért termeltek kukoricát meg buzát? Azért, mert a ló nem csak zabot eszik, hanem eszik mást is, és ami jól termelünk, kukoricát, buzát, napraforgót, árpát, akkor hozzáférünk azokhoz az egyéb kiegészítékhez, egyéb tápokhoz, amik, mint már említettem, nem olcsóak, viszont elengedhetetlen a szakszerű felneveléshez és a komoly teljesítmény eléréséhez. Ezért nekünk ez fontos. És a gazdanapokon ehhez például a precíziós gazdálkodási kerekasztalon, illetve bemutatókon is fognak találni esetleg hasznosítható ötleteket? Természetesen. Ugye azt szokták mondani, hogy a siker az mindig a részletekben rejlik. Én úgy gondolom egyébként, hogy jelen pillanatban azok a finom hangolások, ha egy jó alap van, akkor azok a finom hangolások, amik folyamatosságot igényelnek, azok nagy mértékben meghatározzák azt, hogy az ember hova ér el, vagy hova érhet el. Tehát ezekre az apró részletekre nekünk nagyon kell figyelni. Ezért fontos ugyanúgy, mint bárki másnak, hogy megfelelően tájékozódjunk, megfelelő ismeretanyaggal rendelkezzünk, és abból azokat adoptáljuk a mi rendszerünkre, ami nálunk megvalósítható, és esetlegesen várhatóan eredményességhez vezet. Ha már ugye a ló szóba került, hát a bábolnai gazdanapok nem lehet lovas programok nélkül sem. Itt minden évben valami más szeletét mutatja meg a bábolnai gazdanapok a magyar lovas életnek. Idén melyik szelet kerül sorra? Igen, hát ugye Bábolna neve összeforrt a lóéval. A lovat nehéz mozgatni. Nyilván elmegyünk, mi is itt-ott megjelenünk, de nekünk ez mindig egy nagyon komoly megjelenési lehetőség, hogy az ott folyó ménesi munkát, illetve annak az eredményét sok ember előtt megmutassuk, és ez nekünk egy nagyon-nagyon jó alkalom arra, hogy a saját dolgunkba is betekintést adjunk, illetve, hogy ez kellően érdekes legyen, ezért mindig megpróbálunk valami olyan szeletet mellé tenni még, ami ezt az érdeklődést felkelti, vagy esetleg tovább fokozza. Ugye a ló az egy nagyon látványos dolog. Na most ennek a hasznosításával kapcsolatban, hogy mennyi mindenre alkalmas, hogyha ezt érzékeltetjük az emberekkel, akkor ez egy széles alapot kínál, és mi mindig abban bízunk, hogyha csak 10 látogatóból egy leteszi a névjegyét a ló mellé, akkor már nem voltunk hiába. Tavaly évben a történelmi játékok voltak első helyen, az idén egy picit átalakítjuk, az idén egy picit a hasznosítási formákat mutatjuk meg, és emellett nyilván vannak olyan közönségprogramok, amiket egyszerűen képtelenség kihagyni, mert a gazdanapokból is a kérdés az úgy szól visszafelé, hogy ugyan lesznek-e kaszkadőrök, ugyan lesz-e szabad idomítás. Most ebből azért mi is tájékozódunk. Tehát a fajta bemutatókon kívül azokat a hasznosítási formákat szeretnénk az idén bemutatni, ami jelen pillanatban, mint említettem, nem gazdasági állatfaj, emellett ugye a mezőgazdasági munkákból már kivonult, de van egyéb olyan számtalan hasznosítási lehetőség,
ami azt mondom, hogy sokakat érdekel, és most egy picit ebbe szeretnénk betekintést adni. Tehát lesznek fogatók, lesznek természetesen. Mindenféle munkabemutató? Hát, hogyha nem is munkabemutatónak hívom, de azok a hasznosítási formák, amik jelen pillanatban jutottak a lónak az idei évbe, a sók, a fogatók, a lovagolhatóság, a lovaglás, vagy a lónak az egyéb hasznosítási formáit szeretnénk előtérbe helyezni. Értem. Hogyha ki akarna emelni egy olyan programot a rendezvényből, amire ön szerint nagyon szüksége van a látogatóknak, akkor mi lenne az? Tehát amit a leghasznosabbnak ítél. Tehát tekintettel arra, hogy ez szakmai kiállítás, mindenki a szakmából elsően arra kíváncsi, ugye, hogy hova fejlődik a gép, mi tud nekem még többet segíteni, mi az, ami még eredményesebbé teszi ezt a dolgot. Ugye itt megpróbál mindenki tájékozódni. Ugye az internet világában minden elérhető, de azért teljesen más az, amikor az ember teljesen élőben, ott kint a földön, munka közben tudja ezt megtekinteni, mert esetlegesen lát olyat, ami az internetes kis rövidfilmben nem szerepel. Ezt ő el tudja helyezni saját magába, hogy neki ez jó, nem jó, tudok-e annyit változtatni rajta, mint ami a standard bemutató. Tehát én azt mondom, hogy a technológiáknak a bemutatása és a gépeknek a bemutatása, hogy ez az elvárt technológiához ezek a gépek hogy alkalmaznak, ez az egyik, ami a legfontosabb. A másik pedig azok a szakmai konferenciák, és inkább azt mondom, hogy kettő, az ehhez kapcsolódó szakmai konferencia, ami azokat a lehetőségeket próbálja meg szakemberek révén feltüntetni, hogy mi az, amit szem előtt kell tartani ahhoz, hogy ezek a gépek úgy tudjanak majd produkálni, és olyan hatékonysággal tudjam őket használni, vagy tudjuk őket használni, ahogy ezt általában a kiskönyvben leírják. Nyilván ennek vannak előfeltételei. Ezek az előfeltételek a gazdaságosságot kiszolgáló tájékoztatók és a gépek együttesen. Én azt mondom, hogy ezt emelném ki belőle. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.